Sziasztok! Őszintén mire számítottam? Rohadtul semmire. Így nem is csalódtam akkorát. Eleve nem zsánerem ez az egész robotos sci-fi téma, de mindegy, fussunk neki. Szóval a történet 10 évvel az első tűzgyűrű eseményei után játszódik. Az emberek már kicsit elkényelmesedtek, azt hiszik nem történhet már semmi baj, a kaijuk úgysem támadnak már, hiszen 10 évvel lezárták az átjárót. Milyen kis naivak. Az első rész főhősének fia, az egyik legnagyobb svindler roncsvárosokban él és lopkodja az alkatrészeket a Jäger robotok építéséhez. Egy nap azonban elkapják és kap maga mellé néhány kadétot is, akiket ki kell képeznie régi társával. Izgalmasnak hangzik, ugye? A film nagyobbik része abból állt ki nekem, hogy ásítoztam. A felénél pedig szerintem egy picit el is szunyókáltam, de az vesse rám az első követ, aki ezt kibírja. Az elején kis, langyoska, bemelegítő akcióval nyitunk, aztán főleg a nem túl acélos párbeszédeken van a hangsúly. És a végén jön majd a nagy zúzás. Nagyon sok viccesnek szent párbeszéd van, több-kevesebb sikerrel, ez nem tartozik a film legerősebb pontjai közé. De akkor beszéljünk arról, amiben nem lehet belekötni. A látvány. Mi a fenéért is gondolom, hogy bárki más, más indokkal ülne be erre a filmre. És ez így van rendjén. Ezekre az akciójelenetekre nem lehet panaszunk, mert csillog minden, mint Dirac koponyája nyáron 40 fokba. A robotok és a kaijuk is fantasztikusan néznek ki, a szemünk ki lesz elégülve. A lelkünk már kevésbé. Az akció persze nagyon látványosan néz ki, de sokat látott koreográfiák ezek. Kicsit még lehetett volna csiszolni ezen The Night. Itt konkrétan semmi másban nem ment, csak 3D-be, egyedül ahol volt értelme az a hóesés amúgy, megint egy középszar 3D-vel van dolgunk. Aki szereti, szereti, aki nem, az nem most fogja megkedvelni, az is biztos. John Boyega jó volt a filmben, biztos vagyok benne, sokan már miatta azt mondják, megérte megnézni. Az ő karaktere Jake, a híres hős fia. Jól lát neki ez a félig bendig antihős karakter, tényleg ő az egyik fénypont. Kylie Spenny karaktere Amara, az egyetlen szereplő, akinek úgy igazán van karaktere a sablonon kívül. Vágyik arra, hogy Jäger pilóta legyen, így épít magának egy kisebbet, bunyóst. Nagyon tehetséges, a célja annyi, hogy meg akarja védeni magát, mert mint flashbackekből kiderül, kaijuk csúnyán elbántak vele. Tökös csaj, nem volt vele probléma. Scott Eastwoodot emelném még ki, alias Nate-et, aki szintén egy jégerpilóta, kiképző tiszt, és ő lesz Jake régi új társa. A dinamika működött közöttük, de Nate a nagyon kemény karakteren kívül nem mutatott fel sok mindent. Na most, hogy ezt elmondtam, annyit tennék hozzá, hogy a fordulatot a gonoszról persze nem fogom elspoilerezni, de egyrészt iszonyat blőd, másrészt annyira szarul van megcsinálva. Egyszer csak random kiszabadít három ilyen szar szörnyet, és akkor előködnek, hogy legyőzzék a megmaradt jégerekkel. Fú, de nagyon megfáradt ez az egész koncepció. Na mindegy, a vége izgisre sikerült, a Fujis jelenettel, a hongolyozás pedig nagyon chill volt, ez az egyetlen jelent, ami úgy tényleg adta. Egyszer meg lehet nézni, de ha idén csak egyszer mentek moziba, akkor ne ez a film legyen az, amit megnéztek. Ott a Ready Player One. Ígyetek nekem. Ennyi volt a hétre a heti mozi. Most, hogy kitomboltam magam, jövő héten is ezt fogom tenni. Nem hiába emlegettem már Dirac-ot, ugyanis jön a Rampage. Haddig is mindenkinek zúzós mozizást kívánok. Ha tetszett a videó, kérlek lájkold, és iratkozz fel a csatornámra. Levi out. Sziasztok! Jégerpilóták! Megértettétek? Mindjárt kiderül! Áprilisban csak a legnagyobbak élik túl. Hosszú napunk lesz. Mit csinálunk? Harcolunk!